Hölgyek, urak, kezdjünk, a hölgyek nincsenek is már ma. De az urak vannak is, ez nagyszerű. Hoztatok-e valami kérdést? Nekem a tükörvilágról, hogy mit lehet arról tudni bővebben? A tükörvilág ugyanitt van. Ugye az volt a kérdés, hogy a tükörvilág, hogy hol a tükörvilág? A tükörvilág az antianyagvilág. Ránk nézve pusztító, de nem gonoszságból pusztító, nem azért, mert gonosz, rossz szándékusz, az ilyen pszichológia. Nem, nem. Egyszerűen az anyag meg az antianyag, ha egy kerül, megsemmisítik egymást. És ez mind a kettő a másikra nézve pusztító. Onnan nézve mi vagyunk a pusztítók, innen nézve ők. Vagy hogy mondjam el? mert az emberek belemagyaráztak rögtön ilyen nördögbácsi patával, szarvakkal, izés akkor már meg is van, kit kell, kitől kell félni, és így tovább. Hát az antianyagtól nagyon kell félni, mert te 50 kiló vagy, mondjuk, vagy 80. 80 kilós atombomba, az már nagyot pukkan. Na de egy 80 kilós antianyagbomba, az letakarítja a várost. Tehát te pusztító vagy a városra nézve, akkor az egész várost eltakarítja. Nem az, hogy ha pukkant egy nagyot, és akkor nem gyerekek, nem egy kézi van szó, hanem őrületes nagy energiáról van szó. Egy egész várost el tud tüntetni a földszínéről, mert meg mind a kettőből kiszabadul a fény. Tehát az a lényeg, hogy az anyagban raktározódik fény, az anyag ilyen kis tartásszerű belülről, az anyagi részecskék, a neutronok, a protonok, még az elektronok is, kis tartályszerű valamik, és eb, ennek ilyen pikelyes a felszíne, és a gerjesztettség állapotától függően nyílik fölfele, vagy csukodik lefele ez a pikely, és, és ilyenkor be tud menni a fénykvantum, vagy ki tud jönni ugyanúgy. Na most a, a túlvilág ránk nézve veszélyes, de túlvilág nélkül ez a világ nincs. Nem is létezik. Az se, meg ez se. Mert ezek egymást keltik. Parancsolj! De a pikkelyek sem statikusan vannak rajta, hanem folyamatosan... Fordítan. Keletkeznek, Keletkeznek kert, forognak, és... őrületes tempóban forognak. Nem. Igen, igen. A pikkelyeknek van már tömege? Tehát vagy az tud fénycsapásokat gyorsabban Ö... forogni körülött? A pikkely... Hát a... A kedves fizika professzor barátom azt számolta, hogy fénysebességgel forog. Úgyhogy képletekkel levezette, hogy fénysebességgel forog. Nek én is ezen valamikor nagyon régen, már vagy 25 éve, rajta, hogy ez, és akkor még, mintha számolgattuk volna, és akkor az jött ki, hogy 1,41-szeres fénysebességgel forog. Tehát még gyorsabban a fénysebességnél. Az Antibácsi nem mert ezt bejelenteni, hogy a fénysebességnél gyorsabb, tehát fizika professzor volt Szegedén, és ezért nem jelentette be, hogy gyorsabban is tud forogni. De. Valahol én mondtam ezt is, akkor ő nagyon meghallotta ezt, hogy a fénysebességnél gyorsabban is tud forogni, és mindjárt, mindjárt meg lett közöttünk a, a kapcsolat, és el tudtunk beszélgetni, mert neki ugyanez a rögeszméje volt, mint nekem. És igen, gyorsabban forog, és az elektronok is őrült, borzalmasan gyorsan forognak a tengelyük mentén, és itt van. De az emberek ilyen valami kis statikus bogyocskát, bolygócsát. nem tudom, miket képzelnek oda, de nem, nem így működik. Tehát az elektronok nem ilyen kis, kis bolygó, bolygócska szerűen keringenek a nap körül a bolygók, és akkor... Hát a bolygók is forognak a tengelyük mentén, már mindjárt ugye az a probléma. De mi forgatja őket? Hogy jön létre a mozgás? Eleve a mozgás hogy jön létre? Az, hogy a, 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 egy elektron kering az atom mag körül, na jó, de év milliárdokig kering. Kiszámolták ilyen 18-on év. Az nagyon sok év, ugye, mert a 16-on a az az egy millió év, a 19 az egy milliárd év, és akkor még hol, még csak a 9-nél vagyunk, de hol van ez még? a 18 az ugye? Tehát egy milliárd évszer 1 milliárd év. tehát az őrült sok idő, amiket kiszámoltak, hogy meddig létezik egy proton, egy elektron, ilyen számításokat végezte, De mitől forog, mitől kering, honnan van a kering, és honnan van az egészben a, ez a forgási tendencia. Már a leges-legelején a forgási tendencia megvan, mert a teremtők maguk is a tengelyük mentén forognak, miközben haladnak. Erre nagyon sok ilyen utalást kaptunk, meg tanítást kaptunk az, az őskorból, nem az ókorból, hanem az őskorból. Tehát olyan rég megvolt ez a tudás, hogy azt el sem lehet mondani. Olvastam valahol, hogy ilyet, hogy a rómaiak a kúpot imádták. De ebből aztán egy büdös rohadt szót sem értett, hogy miért kúp. Miért, miért imádták volna a kupot. Nem a kupot imádták, azt a seggedbe kell dugni, hanem a kupalak a teremtőt imádták. Tehát itt van a nagy probléma ezzel, hogy ott van előttünk a megoldás, és hülyességeket fantáziálunk hozzá. Tovább kéne innen lépni, és ezen én folyamatosan bosszantom a fizikusokat, egészen ameddig az első fára föl nem kötnek engem, én addig fogom bosszantani őket, mert hogy mi a lényeg, hogy változzon meg a világ. Ugye itt van Ó-Egyiptomba ez a kép, amit föltett most az előbb eléma a, a Szilárd. Ó-Egyiptomba előttünk van valami. Mit, rakta, mit rakott ki elénk? Mintha pontosan ugyanez, ez amit most látunk, igen, mintha pontosan ugyanez lenne az erdélyi testvéreink, hit testvéreink címerébe, ugye? Mint a pont ez lenne. Vagyis, hogy egy kígyó, ami a farka felé rohan, és a farkába harap. És ezek kitalálták, a materialista nem tud más kitalálni. Tehát, ha belehatol a szájába a farkával, akkor természetesen azért hatol bele, mert azt teszi. És a dolog igaz is, meg nem is. Mert ez a kígyó, ott van, köszönöm, megvan, a, megvan hozzá a, a, címer, ugye? Az Unitárius Egyháznak a címerébe van egy ugyanilyen farkába harapó kígyó, vagyis, hogy ez a vallás már az ó Egyiptomba is megvolt. És ez nem pagánus, hanem, hanem ez, maga a Szentlélek működése. Tehát olyan, olyan, pontosan elénk van rakva, hogy már ennél jobban nem is lehet. Annak ellenére minden butaságot összeordanak, mert ugye van benne még egy fehér galamb is. Ebben a egyiptomi ábrában nem egy fehér galamb van, hanem egy egy istenség. Na de hát ezek nem, egy is tehít, meg több is tehít, meg nem is hiszek Istenben, meg nem erről szól, hanem sokkal-sokkal mélyebb, ugye arról szól, hogy itt van előttünk az univerzum működése, azt tették ki, az univerzum hogy működik? Hát az univerzum kezdetben először egy téridőnek kell megszületni az univerzumban, mert az univerzum addig nem is létezhet. Tehát hely nélkül nem létezhet. A téridő az maga a hely. Amikor még csak idő van a kezdet kezdetén, abban még nem létezhet se anyag, se fény. Pontosabban fény majd létezhet benne, ami egy másmilyen fény, a téridő, amit, ami meg tud születni a két teremtőben. De két teremtőből keletkezik. Két teremtő, ami ugyanolyan, mint a Másik teljesen ugyanolyan, csak az egyik jobbra forog, a másik balra forog. Tehát forrása, ugye ahogy a forgásról beszéltünk az előbb, ugye, hogy a forgás onnan ered. Hát igen, és ezt ilyen hatalmas, nagy kópalakú minaretnek, minek gondolták ezek a beavatatlan hülye gyerekek, tehát ugye irakban mondjuk az elmél ami egy ilyen csavarodott torony, aminek a tetejében van egy vakablakok, körbe vakablakokkal egy kis helység, és, és abban a kis helységben kérlek szépen föl lehet menni, de az nem egy tűztorony, hogy lássák, hogy hol ég a gabona. Hát nincs rajta egy luk sem, hogy kinézzen. De miért nincs? Mert az nem arról szól, amit itt valahogy megpróbálnak ebbe belemagyarázni. Azt mondják, ott a helybeliek, hogyha felmegyek oda a toronyba, a torony tetejére, korlát nincs. Hozzáteszem, De, vagy 60 méter magas, mit 10, -e? emelet magasra, föl, mire föl, ott van, ez az, ez az a torony. És e speciál egy női torony, honnan tudom? Balra forog fölfele, igen. Tehát, hogy megyek rajta fölfele, óra ellenkezőleg megyek föl, ez egy női torony. Ott látszik a tetején, ott van egy ilyen kis henger, -szerű kis házikó a tetején, és teljesen vakablak. Be lehet menni abba a házikóba, és azt mondják, hogy aki oda felmegy, az a teremtővel kerül kapcsolatba. Igaz? Hogy a francban Ez a teremtő szobra hatalmas nagyba. Hogy a felében? -e? Hát ott, ott van, eléd van rakva ez a női teremtő még hozzá. És ez nem jobb vagy rosszabb, tud főzni meg nem tud főzni, mosogat vagy nem mosogat, nem. Ez a teremtő, ez mindennél hatalmasabb, mindennél nagyobb, nem ez a torony, hanem akinek ez a szobra, az végtelen nagy, a földön kívüliek azt mondják rá, hogy feneketlen kut. Az anya is, meg az atya is. Ez a űrhajós technikában ez a bal fenék. Amikor már kiugrok mindenből, már csak az anyába vagyok benne, odáig is el lehet menni, de akkor az apát szimulálni kell, mert különben nem lesz anyagod. Tehát nagyon bonyolult technikákkal lehet oda csak kijutni, de aki oda el tud jutni, az, az eltűnhet a bal fenéke, mert nem tudnak utána menni. Tehát az egy ilyen, hogy már vész vészugrás csinálni oda, a, a, az anyába, hogy, hogy mit tudom, hogy túlél az űrhajoddal, és akkor utána meghegeszted, megcsinálod, és aztán vissza, vissza a csatába. De már annyira szétlődték a segedet, hogy muszáj kiugranod, mert így semmi esélyed nincs a túlélésre, és akkor utána nagy erőnk, ugorjunk ki, eltűnünk a balfenéken, olajra lépünk, ugye, szinkronizálunk a párzós univerzum határon, szinkronizálunk, összeszinkronizáljuk az összes atomunkat, mert akkor az mind velünk fog jönni. De, ha nem szinkronizáljuk, nem jön velünk. Az a rész, ami szinkronban van, megy, amelyik nem, az marad. Tehát nagyon veszélyes technika, ez nagyon veszélyes, de honnan tudod visszaellenőrzni? Nem egyszerű, hogy minden szinkronizált. És az a lényeg, hogy ha megvannak a módszerek hozzá, meg mérőeszközök, meg minden, de az nagyon bonyolult és nagyon finom feladat. Olyan finom feladat, amihez képest a mi műszerénk a bányász a fenek alatt vannak még. Tehát sokkal, sokkal, finomabb műszerek és érzékelő dolgok és minden kell hozzá, de majd az is meg lesz. El fogunk jutni azért odáig, mert hát már voltunk mi azon a szinten, és nem büntetésből kerültünk ide, hanem vállalásból. Tudnék, mindig mennek tanítónak azok a lelkek, akik vállalják, visszamennek a, a, azokra a bolygókra, ahol alacsonyabb szinten vannak még, hogy ezeket megtanítsák írni, olvasni, megtanítsák eszközöket készíteni, mezőgazdasági gazdálkodni, bányászkodni, szóval mindenre megtanítsák, ami kell nekik az élethez, azért jönnek le ilyen mesterek, akik ezt megtanítják. Lejönnek művészemberek is, akik a művészeteket tanítják meg, vagy költők, akik a verseket írják. És ez, ez nagyon fontos. Tehát azt, azt gondolod, hogy ha még egy vers, tessék már észrevenni, hogy a Petőfi Zsándor mikor élt 150 évnél régebben, és ennek ellenére még mindig hatása van, nem csak itt Kínában is. Úgy szavalják a Petőfi verseket, mint annak a rendje az oroszoknál is. Tehát nem olyan egyszerű ez. Mint ahogy mink is, Ö, olvasgatjuk a, a nagy filozófusokat, a nagy régi német filozófusokat is. Van, aki csak a Marskáról jut olvassa, de aztán van, aki ennél tovább is jut. De Mars Károly sem szegény ember volt, csak úgy mondanám. Itt is, itt is olyan el, elszaladt a lót. Tehát azt hiszik ezek a szegény egyszerű munkás emberek, hogy itt valaki a vezetőségbe, de mondjuk a, a, a szocialista vagy a kommunista vezetésbe, a, a, saját a javukat akarja, vagy ez frájni elszólás volt, csak a saját javát akarja, a te, javad, nem, csak addig, ameddig megválasztod. Hát így működik, így működik. Hát, most láttuk erre, annyi példa volt gyereke. Nem tanul belőle, mert hiszékeny, mert nem, nem lát messzebbre az orránál, hiszékeny. Elég meghívni egy a sörre, és ő a boldog. Tehát ennél kicsit tovább kéne lépni. Tovább, tovább, tovább. Mert hogy, és nem lenézésből mondom, még csak véletlenül sem. Sokkal kedvesebbek, adakozóbbak, és hát a proletárok nagyon szegények, de, de ad egy zsíros kenyeret neked, amikor nincs kajád. ha a gazdag nem ad a gazdag az beképzelt, nem ad. Mert ha húzá innen elfele, is. szóval se, inkább kidobja a kukába. Nehogy oda szokja. Tehát egészen más gondolkodású egy ilyen, vagy egy olyan ember. És ez a gazdag, ez nem csak arra vonatkozik, hogy ilyen gyára van, meg olyan áh, gyerekek. A szocializmus kitört itt Magyarországon is. Átvették a hatalmat, mondjuk a Tungsramban, most mondjuk Hát a hatalmat. És akkor ilyen udvari söprögetőt kineveztek főmérnöknek. Meg ilyeneket csináltak. Most, terve, de hát gondolhatod, hogy ez milyen bődület adna marhaságokat, mert egyszerű, így mutogatok, aztok csinálják. Persze, haver, persze. Szakmailag meg nulla. De ő mondja meg, na most ettől kezdve halál-pusztulás, megy, megy, megy a lecsóba az egész. És, és nem jöttek rá, és nem ismerték be. Inkább megdöglik, akkor sem ismeri, vagy nem ért hozzá. Pedig nem. Be, a András út 60-ba, András út 60-ba, először agyonverték a pincébe, aztán főhoztak egy íróasztalt neki, a, és hogy onnan vezette a, a gyárat. Onnan mondta meg, hogy mit kell csinálni, melyik nap meg a gyereke. Kiderült, hogy minden bedöglik. Mert hiába neveznek ki egy ilyen jó eftásat, nem ért hozzá. Ez a eftás képzőben, amik voltak, hát, azt se tanította meg. Azok se értették hozzá, akik kitanították. Hát nem, nem, nem értettek volna. Idolagját nyomták. Nézd meg, mi megy most Európában. Hatalomra került a baloldal, nézd meg, hogy mi van. Nézd meg, hát a bolondok hajója, hát nem, akkor én akármi legyek. Hát vedd már észre, hogy, hogy mit csinálnak. Hogy Németország így, így megy lefelé gazdaságilag. Bezárták az összes atomraktort szénbányákat nyitnak a rettentően nagyon haragos zöldek, szénbányákat nyitnak. Igen, mert hát az nem szennyezi a levegőt. A gyerek az igen, az fingik, böfög, metán böfög, és itt tovább, az, az a levegőt. A, a, az, a, szén az nem, az, a szénnel tüzelünk, szénnel megy az erőmű, na az nem, az nem, az, az nagyon, ráfestjük zöldre a szemet, és akkor, akkor az, az jó lett. A gyerekek, azt hiszi, hogy szélerőmű, vízi erőmű, és itt atomerőmű, az nem kell az atomerőmű, mert az sugárzó. De fél tőle, persze, hogy fél tőle, mert hülye hozzá, nagyon hülye, sőt, sokszor a vezetésben is olyat neveznek ki. Én pontosan tudom, hogy a paksi atomerőműben voltak ilyen vezérigazgatók, akinek halvány lila nem volt, viszont hangosan sírt, amikor a legkisebb probléma volt mert nem értett hozzá, az legalább érezte a felelősséget, az nem volt, aki még az se. Volt ilyen mindenhoz értő elvtárs, aki mindenféle ilyen pozíciókba be volt rakva. Hát jó. Kiderült, hogy nem ért hozzá. Úgy is kiderült. Aztán emeljük az árakat, meg kiraboljuk az embereket, és mit tudom én, de úgy segítünk. Hát ez olyan volt, amikor osztották a földet. Baromi nagy földosztás volt, Oj, megjött a kommunizmus, földosztás, ilyen jó dolog lesz, és én emlékezzem, mi volt. Rá egy év. Ja, elvitték a vetőmagot és a padlásról. Tehát, pénz nélkül, természetesen. Ja, és minden évvel akarta vinni. Minden évvel te dolgozzál teljesen ingyen, vagy az ébérnél is sokkal kevesebb ér. Hát ilyen munkahegységnek nevezték, de gyerekek olyan vicces pénzt adtak, amiből nem lehet megélni. Hát egyéb csalánt, vagy egyéb akármit. Szóval komolyan így gondolkoztak, nem vicceltem. Hát, meg tudom mutatni a feleségem falujába, ahol született. Ott volt ilyen özvegyasszonynak, előírták neki, Hát egy szerencsétlen ez vagy az, hogy ott nem volt az gazdag, Hogy egy millió tojást kell neki leadni. Na de hogy? Nem volt ilyen csirkeháza, meg nem, nem, nem volt. De egy millió tojás kell. Ja, és bebörtönözték, mert nem tudta leadni. Értitek, hogy mi a lényeg? Hát, na, ide, ez, ezekre szavazatok, majd meglátjátok, mi lesz. Az, aki még eddig nem halt ilyen, na majd fog. Úgyhogy csak menjetek. Én azt mondom, hogy én nem mondom, majd, hogy kire szavaz, de mennyi lesz szavazni. Tehát ez a én passzivity ott játszok, ez nem jó. Mennyi menj is. Mondd meg, hogy tényleg kit akarsz. Arra, arra baszta, a hülye szedet. Ne Móriczkát ábrákat rajzolj oda, meg kis nyulat, meg szóval ilyen baromságokat csináljál, mert egy hülye vagy akkor, egy teljes hülye. Tehát a szavazati jogod, Eltapsolod, elszórakozod, elbolondozod, azt hiszed, hogy ez játék. Nem, aki rossz, rossz emberekre szavaz, olyanokra, aki nem ért hozzá, de nagyon-nagyon akarhatatlan lenni, még a szemedet is ki fogja lövetni, nyugodj bele! Mert hogy nagyon élvezje a hatalmat. Én emlékszem rá, hogy Hú, Fletó, nagyon, nagyon élveztem. Láttam, hogy, hogy így fölszívta magát, hogy ő most hatalmon van. Ő rendőröknek is dirigál, és mind a katonaságnak. És fölszívta magát, jó van gyerekek. Nézd meg, hová jutott. Nézd meg, hová jutott. Adóságban szokták vinni az országot, aztán az ellenoldalaket ellen, ellen gyűlölnek, de nagyon. Az ellenoldal kikaparja Neki a gesztenyét, akkor megint főkapkodja a forró gesztenyét, ezt elszalad vele. De, de, hát, jó, van egy csomó ilyen, ilyen megrögző, a fiatalok nagyon be vannak indulva most a, a kommunizmusra. Vedd már észre, hogy Amerikában kitört a nagy forradalom, az egyetemeken ott szokott általában elindulni. Igen, mert a fiatal, állázadás korában vannak, ő is történelmet akar mert hogy a nagyapám is mesélte, és húáj, és írták a történelmet, és én is akarok történelmet írni. Kimegy, cőzön, kip, szétvereti a fejét a gumibottal, meg a, benyeli a sok könyvgázt, meg minden. Ugye, és akkor utána, amikor megvolt, akkor utána konszolidálódik már, hogy öregem lesz, már nem annyira hőzünk. Normális, hát ez mindenkinél így van. Hát úgy, úgy nem lehet, hogy állandóan hőzönksz, és már három gyereked van gyerekek, akkor ki a franc fogja ezeket fölnevelni? Egy balek. Ki fogja fölnevelni? Ha te vagy az apja, vagy az anyja, hát akkor neveld is föl, ha itt van. De rendben van, hogy gyereket akarsz, akarja. Azért az öregek azért egy zsíros kenyiren is fölnevelték a gyerekeket, én emlékszem rá, meg kis kukorica, azért prószán, akármint fölnevelték a gyerekeket. Nem volt habzsidőzsi, és fölnőttek, és felnőtt emberek lettek, és rendes, rendes emberek lettek. De azért úgy figyeljetek rá, hogy a nyilas misé idejében még kint, a, kint is hallgatni akarta az iskolában, mit tanítanak, ugye? Annyira akarta nyilas iskolába járni. És ez Móri Zsigmond, meg viszont nem valami régi időkben volt, Petőfi idejében volt. Tehát ez nem valami 2000 két, évvel ezelőtt volt, 100-150 évvel ezelőtt. Még ennyire akartak tanulni a szegény gyerekek is. Most a szegény gyerekek között nem ez a divat. Bandába állnak, nézd meg Olaszországban, ott van aztán most szegény gyerek, akik oda bezudítottak Afrikából, bandába állnak, azt az utcára bolnak a téni gyereket kirabolják. A telefonját elveszi, mit tudom, minden. Rabolnak az utcán. És nem lehet megállítani, és hogyha véletlenül, véletlenül mégis megállítják, akkor meg elengedik. Tehát semmilyen törvény nem védi a, az ország saját lakosságát. Nem védi. Tehát, hogyha egy migrá, migránsi migri meg, meg hág valakit, azt lehet, jó elítélik meg minden, kiutasítják, voltak itt már 8 10 szer is, de nem megy ki, eszélyben nincs. Tehát ezeket a problémákat inkább már meg kéne oldani. Tehát ott van a probléma, hogy olyanok mondják meg most is Európában a tutit, akik picit sem értenek hozzá, vagy nagyon értenek hozzá, de téged, te az, hogy te mit mondasz, mi az érdeked, az öt nem érdekli. Tehát amit a melyik igaz, mizé, hadügyminiszter mondott, vagy ki mondta azt, hogy ő, őt nem érdekli, ő akkor is támogatni fogja, hogyha ha mit, mondanak a, hogy mit mondanak a választók, az őt nem, nem érdekli. Most bocsánat, kiválasztott meg téged, nem a választó? Nem őt képviseled? Tehát talán le, le lehetne váltani, az nagyon jó lenne, hogyha azonnali hatája kipenderítenék onnan, és kész. De, de nem lehet ezek ilyen érinthetetlenek. Szóval ezek is, ízik. most szabadon engedték azt az olasz bandavezérnőt, aki itt kalapáccsal csapkodtak az utcán, teljesen ártatlan embereket. Mert ha eljöttek ide Magyarországra, itt a náci fasizmus dúl. Ugye itt akkor a náci van, hogy már a világon nincs nagyobb, kimész az utcára, nincs semmi. Ide jöttek azok is, nem találtak semmit, hát ha már kifizették az útikoltséget, akkor a kalapáccsal összeverünk néhány embert, meg a földön, és akkor 80, 80, tizen, nagyon bátrak, Wow, ilyen bátrak, mi? tizen megmernek egy öreg ember támadni, ilyen bátrak, mi? Hát tudod, régen mi az ilyet úgy elvertük a gyógyszerbe. fú, nagyon elvertük. Volt ilyen, a régen is, de azt nagyon elvertük. Szerettük az öregeket, szó nincs róla, hogy nem. És tiszteltük is. Ez van. Tehát a, a, a kölykök között is volt rend. Volt egyfajta hierarchikus verekedés, mert mind, most is van. Csak ugye nem látják a tanárok, de, de van. Van-e valami kérdésed még? Tehát, a, hogy ne politizáljunk, inkább, a, inkább az időszerkezett annak foglalkozunk. Tehát Ugye arról volt, már többször mutattam és mondtam is, hogy a mozgás úgy megy, hogy itt megy, itt megy, itt megy, itt megy, itt megy, itt megy. Itt megy. Tehát ez a túlód, ez a tükörvilág. És akkor az, ez a világ mozdul, aztán a tükörvilág mozdul, aztán ez a világ mozdul, a tükörvilág mozdul. És így, így működik a mozgás. A tükörvilág nélkül nincs mozgás. De nincs mozgás, nincs elektron, nincs proton, nincs anyag. Nincs teremtés. Idő nélkül nincs teremtés. És az, a, amit föltettünk időkígyót, ugye az egy időkígyó volt, föltettünk, ez nem biológiai kígyó, hanem egy, az idő, egy, egy, idő, egy kúpos idő. Itt van a farkani, most a képen, amit most látunk, ugye? A toronya, az torony, az elmírja torony, ami a kígyó farka. Ez a farka felé megy, mert ez egy időforrás, ami Gyorsabban megy, mint ahogy terjed, ezért lesz ilyen, ilyen kupos alakja. Ez átlépheti a fénysebességet. Ez nagyon-nagyon lényeges eleme, hogy átlépi a fénysebességet. Ebből nyilvánvalóan adódik valami fontos, mi. Átlépheti a fénysebességet. Nincs tömege neki. Nincs tömege igen, ilyen, fe, ilyen részecskéket feltételez a mai atomfizika is. Feltételeznek ilyen részecskéket. Ilyenek például a gravitonok, a gravitációt okozó részecskék, amik a fény végtelen sebességgel cikáznak egyik A-ból B-be a súlyos testek között, és összeragacskázzák őket. Ez egy marhaság, de nem tud jobbat kitalálni. Tehát akkor hogy terjed fénysebességgel? Mert a gravitációnál azt mérjük, hogy fénysebességet terjed. Na de, hogyha végtelen sebességet terjed, akkor hogy, hogy fénysebességet terjed? Értitek, mi a baj? Tehát tele van olyan el, belső ellentmondása ezek a teóriák, amiket kitalálnak, gyenge materialista baromság. Nem tud az anyagtól elszakadni, igen, mert ez a teremtő, ez a teremtő kupa, amit látsz, ez transzcendens, ez az üveghegy ez az üveghegy. Ez az a üveghegyen is túl, ami a mesékben van, ez az üveghegy. És az üveghegy, ugye ez átlátszó, szóval transzcendens, így próbálja meg a átlátszossággal a transzendenciát, a megfoghatatlanságot, nem lehet így megfogni, mert nincs anyagi tartalma, egyáltalán semmilyen. Ő az időnek az egyik megjelenési formája. Méghozzá a második. Tessék parancsolni. Az a kérdés. Harmadik akkor üveghegy, ez most itt egy női üveghegy. Ez, egy, ez itt egy női, van férfi üveghegy is, az ellenkezőleg csavarodik, tehát ott óra irányban megyek fölfelé. Miért csak ezt ábrázolják itt? Mert ez a világegyetem lényege. De miért csak a nőit? Nem csak a nőit, van mondom férfi is. Babel sorozat kezdőlap. Babel kezd a Universitas CD-n. Az a kezdőlap, de az interneten is beírod azt, hogy Babel kezd, akkor megtalálod ezt a lapot, mert hogy az, az, senki nem hívja úgy, senki a lapját. Ez a Babel kezd, de ne ne ával írja, hanem A-val. az internet címek nem szeretik a magyar ékezetes betűket. Itt van, ez az. Nézd csak meg, a jobb oldali, ez, ez, a női volt, és a, a baloldali a, bal oldali, a a női, a jobboldali, meg a férfi. Nézd meg, az ellenkezőleg megy fölfelé. Tehát nem véletlenül van a, a Bábel nyelv lapunknak az elején. A babel lapunknak az elejét ezt érdemes megkeresni, mert ott még a szótárakra van szükséged végtelen sok, tehát 500 szótár van fölrakva. Tehát nagyon, nagyon jó dolog ez. Érdemes vele kicsit foglalkozni, eltenni a címet, oda tudjál ugrani, amikor kell egy szótár. Ha följebb viszed a lapot egy kicsit, akkor az alján, tudom, hogy én ezeket én szerkesztettem mind. Tehát tudom, hogy mi van rajta, mert én szerkesztettem őket. Nem, nem pénzé valaki nekem szerkesztett, én magam szerkesztettem. Ott van egy ilyen, egy, kettő, három, négy, öt, ott ilyen van, aztán ott van ott, hogy 500 féle magyar szótár, látod, itt vannak ezek, és hogyha följebb mész, akkor látod, a zászlóját is azoknak a nemzeteknek és nyelveknek. És az, ezen van 250 szótár, de ezek oda-vissza szótárak, ott, hogyha visszamész egy kicsit, akkor látszik rajta ott, hogy bármelyiket nézed, ott van, látod, hogy baszk magyar, magyar baszk szótár, ott van. Tehát mindenféle szótárra, és ott meg lehet nézni a baszkoknak a zászlóját, ami nagyon érdekes, ugye? Maradt egy fehér kereszt, egy zöld x és piros alapon, ugye? Tehát piros-fehér-zöld az ászlójuk a baszkoknak, mert ők is hun származékok, bizony. Bizony, Ez ők ő Spanyolország és Franciaország határán a quireneusok bajéne, nem véletlenül ott élnek, mert a végén üldözték őket kajakra. Nagyon kajakra. Ki akarták írni őket, mert ezek hun leszármazottak, és azoktól nagyon féltek. És amikor elgyengültek, valamiért nem volt védelmük, nem volt már megszervezve védelmük, elvesztették a vezetőiket, akkor már nem tudták megszervezni magukat úgy, ahogy kellett volna, meg nagy túlerővel szembe, akkor már bajba kerültek. Mert egyébként Eurázsiát uralták év, -ezre, év ezredeken át. Tehát ez, ez az a kommunista birodalom, az oroszok birodalma 77 évig volt, vagy meddig volt, ez... A, Hát ahhoz képest ezek a birodalmak év ezredeken át voltak. Nagyon sokáig el voltak. Változott az össz, nagyságuk meg, de, de el voltak a birodalmak, fenn voltak, fenn maradtak. Kínában még most is a hunok ott vannak is. Keményen, keményen kavarnak, Koreában is ott vannak. Tehát az, az a diktátoruk is, az is hát egy hun származék, És ezért kemény csávó is. Már az apja is, nagyapja is az volt. Persze. Persze. Hát ezt persze a nyugati propagandának nem tetszik, nona. Hát, hogy őket, őket, egy ilyen senki házi elkezdi ugratni, hát azt nem bírják. Azt nem bírják az. Tehát visszamegyünk a Báberre, a, a egy, egy lépje vissza egy lappal, ahol voltál, akkor ott, ott vannak a, a lapjai, és akkor az 1, 2, 3, 4, 5, 5, 15, ez a zippek azok már nem működnek ott a végén, és akkor voltak az zippek, amikor még az internet nagyon kis tárhelyeket adott, és vergődtek a letöltéssel nagyon a nézők, és akkor becsomagoltam kisebbre, és akkor eltettem valahová, lehet, hogy másik szolgáltatóz javarészt, de a címmel odogrott, le tudta tölteni, kész. Tehát, hogy ezeket el tudják olvasni, mert nagyon lassú volt még az internet. Szóval így jött le egy kép, így. Emlékeztek arra, hogy ilyen lassan jött le egy, egy vacak kép, ha nem ilyen 20 megás, de hogy is, már ilyen 100 kilobájtos is, így jött le, olyan lassan. Nagyon, nagyon kemény, kemény volt. Ugye akkor még az átvitel technika gyengébb volt. Hát én nekem, mikor már 92-be kavartunk ez ügyben, már, 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 úgy internetezett a kedves barátom, hogy még nagyon drága telefon Amerikával, ó, nagyon drága volt még akkor, tehát magyar telefon díjért 180 forint volt egy perc, na de gyerekek, 2 forint volt egy havi fizetés, tehát 180 forint, az barmi drága volt, mint most 1500 forint lenne vagy 1800 forint lenne egy perc. Hát nagyon drága volt. És akkor viszont a csengetésért nem kellett fizetni. Az egyetemi tanár barátom, az meg azt csinálta, hogy a csengetés szünetében mindig átvitte az adatot. Tehát tudod, hogy a csengetés közte van egy ilyen csend. Megint egy csengetés, megint csend. Amikor a csend volt, akkor átvitte az adatot. És így leveleztek, így e-maileztek a haverjával. Tehát egészen, egészen agyament volt, de nem kellett fizetni érte, hanem fölhívta a tudta, hogy 5 órakor hívja, akkor nehogy fölvegye, mert a fölveszi, akkor elkezd számolni. Ne, nehogy fölvegye, és akkor utána csak kicsöngetett, kicsöngetett párat, és utána átvitte az adatot, átfütyölték ugye az adatot, mert ezek az interneten átvitelek, ezek ilyen, ilyen két hangon fütyölve vitték át általában az adatot. Tehát, hogy volt egy... 1200 meg 2400 Hz mondjuk, és ez, ez egy alacsonyabb sipolás, meg egy magasabb hangú sipolás. És ez a csipogás, ez ott annak idején, mikor még beléptünk a Freemail, meg ezekbe még beléptünk, akkor a, még a csipogós modem volt, talán volt még ilyenetek is, amelyik így hangosan csipogott, amikor bekapcsoltad, aztán már nem, hallottad az adatát, de az elején hallottad, veszettő fütyölt. nagyon borzasztó hangja volt neki, és akkor az elcsipogta, amit kell, és akkor utána bekapcsolt téged az internetre. Azért volt a, a free mail, az a free, ott free net is volt. Ingyen lehetett netezni. Na, a telefon persze, de azért külön nem kellett fizetni. Igen, tehát ilyen, ilyen volt. Már akkor Mennyi 8 éves volt a fiam, amikor már internetesztünk. Tanítottam weblapot szerkeszteni, meg ilyeneket. Ment is neki, majd mely napig is megy neki. de nem kezd el hüledezni, azt mondja, hogy szerkeszte egy weblapot, mi legyen rajta? Ennyi. Bármit megcsinál, mert tudja, hogy hogy. Kör. Hát már 8 éves korában tudta. Itt kioktatta az RTL-eseket, úgyhogy csak néztem. <laughs> nagyon aranyos volt. Úgy kioktatta az RTL-eseket. nem volt az internetről. Mit csinál? Internetezünk. Mi az, hogy interneteztek? Mi az az internet? Fogalmak nem volt. És kiokta, elmagyarázták neki, hogy két gyerek. Na, most jön a másiknak az apja. A másik gyerek, ketten voltak a haverjával. Mit? Dolgozik, sajnos nem tudjon. Ne, ne, most fog jönni mindjárt. a, a Takács Dávid, Dávidnak az apja, de az most fog. Most jön mindjárt. Már útban vannak, persze, tudom én, hogy jönnek. Persze, persze, tudom én, hogy jönnek, mert hétvégére is jönnek. Mert most lesz a suli, ugye a hétvégi suli, és akkor jönnek rá. Tehát itt, itt a, ezekre a lapokra érdemes rámenni, mert itt az időszerkezett tant a nyelvészetben Mutogatom meg ebbe a Báber sorozatban, mert nem az a lényeg, hogy a Sumér az magyar volt, vagy nem, nem az a lényeg, hanem ott volt benne az információ. Tehát valaki ott a tudás volt, mert különben nem lett volna benne ilyen. Tehát a tudás birtokában voltak a, a maga a Sumér írásjelek. rovási, Az is egy rovásírás, a, ro, a Sumér rovásírás jelek. De nem olyan, mint az erdélyi székelyi rovasírás, de az is egyfajta rovasírás. És ezt még ilyen pálcával csinálták, nagyon egyszerűen. És a pálcának az egyik végén egy ilyen vészerű alak volt, ilyen éves, ilyen V, és itt egy ilyen év. A másik vége az meg egy ilyen kis háromszögecske volt, és egy ilyen vonal. Ez volt a pálca vége, ha agyakba belenyomtad, ilyen nyomot hagyott és azzal lehetett írni mindent le Itt az a jel, amit most látsz. Az egyik. a másik is talán itt van ugyanezen a lapon, nem tudom. Ott, ez nem az. Ez nem az, hanem van, ez az, ott van. Tehát az a sárga jelecske, ez ott van, és ezt is használták a sumérok. Ezeket a kettőt használták lényegében. És azért érdekes ez a sumír nekünk, mert hogy hát tele van időszerkezett tannal. Az időszerkezett tan meg lényeges, hiszen a világegyetem működését írja le. Hát az, az lényeges. Mit akarsz megtanítani a gyereknek? Hogy halkan, fingjon, vagy Mi, mi, mi az, mit kell neki nagyon megtanítani? Hát persze, de ha hiába fingik, halkan büdös lesz. Tehát <síns> mint a, mint a székely. Székely, ezt, az asztalnál is. Borzasztóan csámcsog a gyerek. Ne csámcsogja be. A gyerek csak tovább csámcsog. Egyszer csak elzújít egy nyaklevest az apja. A gyerek lehajó, eltalálja az anyját. Nem baj, anyád is csámcsogott. Szóval... szóval, szóval ez is olyan, hogy hát, nevelő hatással elzúlít egy nyakramest, amit már nem lehet. Persze, mert az a lényeg, hogy a társadalom bomoljon szét. Hát miért van az, hogy nem nevelheted fizikailag semmilyen módon nem fenyítheted meg a gyereket? Hát azért van, ugye? Mert aztán az a gyerek az iskolában nem fog tanulni, az a társadalom le, nem fog, mert a tanár szarik a fejére, nem fog tanulni. Puskázik, Átmegy a vizsgákkal, a puskákkal, mert telefonnal puskázik, meg mindennel, amiben tud. Ó, ilyen kis felcsavart puskákkal gyárt, kettes betűvel a tanáraból nem lát csak egy szürke csikot, azt se látja, hogy az mi. Ugye, mert már rossz a szeme, tanítani, ha nem vesz föl szemüveget, mert olyan 40 éves már kellene neki szemüveg, vagy 45, de nem vesz föl szemüveget, mert ő nem pápa szemes kígyó, és akkor már ilyen hosszú kész kell, aztán még hosszabb, hogy el tudja olvasni, aztán már így a lábára teszi, nem is tudom az újságot, mert egyre messzebbre lát csak, és a végében se lát, ugye, és ezért a gyerekek tudják ezt, ha látják, hogy úgy olvas, abból tudják, hogy hát jó van. nem látja ez is, akkor attól kezdve szélámoskodnak, persze, adja magát. És nagyon sokáig a, egy egész korosztály átbekelte a, tan, a, tananyagot azzal, hogy a telefonnal puskázott. Mert az öregeknek a telefon, hát az mire való? Telefonálásra. Az öregek azok csak telefon, telefon, a telefon az telefon. És az agyában nem is jelent meg más, ilyen kagylós telefon jelent meg az agyában a telefonra. De a gyerekek egy ilyen számológépkinézési valcakot hoztak ki, érted, magukkal. Milyen, valami apró, valami ízé betűszerük vannak rajta, én nem tudom elolvasni ilyen bolacirkusz, nem tudom elolvasni, és akkor így átbekelték a gyerekek, egész hosszú időket, év, sok évet át tudtak bekelni, tehát nem tanultak, csak szélamaskodtak. Ez nagy baj. Ma is így van, csak úgy mondanám, hogy azok a szülők, nagyszülők, akik csak azért se tanulja meg a számítógépet, mertő utája, mertő gyűlöli, Isten hozott benneteket, és ez a lényeg, hogy hogy fogalma nincs a szülőknek róla, a nagyszülőknek, hogy mit csinálnak a gyerekek. Bezárkoznak a szobájukban, magukra zárják az ajtót, azt mutogatják magukat a webkamerával a lányok is, meg a fiúk is. Komolyan, mutogatos bácsi mutogatja, és akkor De sok ilyen film van fönt, ahol ha végre egy hölgy is jött, most már jó kis kérdéssel, hozták kérdést? Igazából igen. Ah, igazából igen. <laughs> jó van. Tehát tehát meg átbekelték az iskolákat, de most ez nagy baj, mert alaptudás hiányzik. Én nem mondtam, hogy mindig mindent dátumot tudni kell a világ történelmből, az összes létezhető dátumot, hogy a hottentottáknak mikor volt hasmenése, járványszerűen, vagy mit az. E ezt föl lehet jegyezni a hottentottáknak, de bocsánat, nekem ezt megtanulni mi a fenének. De amikor alapvető dolgokról se tud semmit, akkor már az baj. És ez az alapvető dolog a megélhetés. Ezért volt egy jó kezdeményezés. Még az úttörő mozgalomban is nyomai megjelentek a cserkész mozgalomnak, de csak már nyomai. De a lényeg az, hogy, hogy a, a gyerekek ott még megtanultak önállóan csinálni valamit, amit a szülők nem engedtek a világért se, ott megtanulták. És akkor ettől kezdve valami volt, hogy 12 éves gyerekek keleten is megkaptak, a, megkaptak egy övet, meg egy tört hozzá, 12 éves gyerekek. Úgy lettek fölavatva, hogy 12 éves lett, és akkor befogadta a közönség, mint felnőttet, tehát mint, mint közösségi tagot befogadták a gyereket, 12-13 éves korába és akkor ettől kezdve minden rendben volt, a gyereknek szavazati joga volt, meg véleményt is mondhatott, és itt tovább. Mert akkor még sokkal fiatalabb volt, a korosz, a, az öregek is fiatalabbak voltak, hogy is mondjam, 40-50 éves, 50 öt, öt, évig éltek, különféle okok miatt, 40-50 év után visszaadták a lelküket a teremtőnek, aztán szia. És ám most ugye 70-80 év már simán nagyon sok ember van, aki már megéri. És akkor ezért öregszik a társadalom, ez jó, ez jó, hogy ilyen sokáig élnek, mert mindenkinek mondogatjuk, hogy Isten éltesen sokáig. Igen, de nincs, aki kitermelje a, az öregeknek a nyugdíjat, meg a, megélhetést az országnak, hát akkor baj van. Mert a fiatalok elmentek, és hőzöngenek, itthon a maradék, hőzöng. Az közben, hát elment a nagy részük a fiataloknak, egy igen nagy részük, nem, nem a túlnyomó többség, ez nem igaz. Tehát ilyen 20-30-50 százezerek élnek különböző országokba, van ahol csak tízezer, van ahol csak kétezer, de élnek. Még új is éltek. A amit láttam, 1800 magyar élt ott Új-Zélandon. Nem adnak csak úgy állampolgárságot, beszélni kell a nyelvet, és kell, hogy befogadó legyen, aki munkát ad neked, és rendesen ott tevékenynek kell lenni. Nem csak úgy passzivitisó, hanem csinálni kell a dolgokat. És akkor egy darabig ott maradhatsz, aztán, ha nem csinálsz semmi olyat, akkor visszlát. Elköszönsz. Na, hol van a kérdésed? Mondjad. Uh, szóval, Gyuri bácsi, azt, azt tanítja, hogy egy lélek, mielőtt leszületik a testbe, öt utat választ ki magának, és uh és is, hogy ezt az öt utat választott ki, és én lehetőtől félreértettem. Nem, jól ja, én Azt hittem, hogy miután lesz születünk, de egy testben is megmarad ez az öt út. Persze. Is, hogy igen, tehát hogy nem az van, hogy egy út az az biztos. A leélt. Igen, a leélt, de hogy. Az a leélt, az a biztos. Uh -huh. Amit már leértél. Mert időnként ki, ilyen állomáshoz érsz, döntéspont. És akkor az öt életút közül? átválthatsz a másik, másik, pályára. Tehát mehetsz az úton, ahol tehén szar van. Mehetsz a járdán, ami ki van kövezve, és így tovább. De te valamiért ezt választod, vagy azt választod, az a te dolgod. Ezt választod. És akkor egészen a következő döntés pontig taposod a tehén szart. És akkor utána már megint járdára is mehetsz, de te ha nem mész, mert te szereted a lószárszagot, meg a tehén de van ilyen ilyen főorvossal dolgoztam, aki a műtét után azt mondogatta nekem, György, én utálom ezt a messziaszagot, én a lószarszagot szerettem, én paraz gyerek volt, és az istállószagot szerette, és nem szerette ezt a gyógyszerszagot, utálta, és nem, ne. Odaerőltették a, a gyerekeket orvosnak, az orvos gyerekeket parasnak. De ez egy ilyen baromság volt, amit elképzeltek, ilyen ideológiai baromság, majd megtanulja, meg majd, nem, nem, mindegyik gyomorult volt, mert ez se érezte magát jól, meg az se. Hát, nem érezte jó magát. Az ongoristákat a kínaiak is elküdték kapálni, a kapásokat megbeütették az ongorát. Hát képzeld, hogy verték az ongorát. Na azok, hát a mondta a Lüke elvtárs, azt magyarázta, hogy hát ez valami krimpírozik, ott valami csapkodja. Semmit nem értett az egészből, a zenéből, semmi, nulla, nulla, egyáltalán nem is váltott ki benne semmit. Hülye volt hozzá, mint a sár. De most is divat, vedd észre, hogy divat. Tehát a proletár a fiatal közül divat. Mi ez a nyávogás, ez a szarobégatás az operákra, csak ezt mondja. Tehát, de ha elviszed egyszer az operába, akkor azért nagyon furcsa dolog történik. Mert ugye azért mondogatja, hogy utálja azt az egészet, mert először is nincs rá pénze, hogy bemenjen. De nincsen, akivel bemenjen. Nincs egy ruhája, amibe bemenjen. Nem kell, hogy menj nagyon izéleged, hogy hogy néznek ki mostanában az operába. A legocskább tornacipőkbe jönnek az operába. Komolyan? Hát szoktam menni, és látom, hogy ilyen nagyon a to koszos tornacipőket jönnek. A fiatalok a tornacipőjüket sem takarítják le nagyon sokat. Van, aki tiszta, és letakarítja, de valaki. Abszolút, ameddig nem málik a lábáról a tornacipő, addig megy benne, vesz egy ujjat, fölveszi, megint ameddig lenem málik, soha nem takarítja le, soha nem mossa le, nem keféli neki szappanos vizet. Szép lenne, jó lenne, de nem. Hát ő ilyet nem csinál, hogy nem cipőpuzzoló. De hogy néz ki? Hm. Tehát az öt élet, az a lényeg, hogy az öt élet az az tényleg van, ötöt tervezünk, nem egy életet tervezünk, hanem ötöt. Van választási lehetőséged, te tervezed az életedet, nem kényszer meg, nem ezek ilyen morosak azért, jaj, az Isten büntetett engem, mindig engem büntet, és persze, ez vergődnek, ő tervezte az életét olyanra, amilyen. De, de vergődik vele, mert nem tud vele mit kezdeni. Tehát lehet, hogy hogy van, aki nagyon boldog, hogy fazekas, és csinál nagyon szép vázákat, tányérokat, kifesti, gyönyörűre, ilyen népművész, és nagyon élvezi az egészet, nagyon élvezi. És van, aki meg vergődik, mint az állat, hogy ez a büdös anyagot kell, és állandóan csapkodni, györmölni, és végvergődi az egész életét. Most az a kérdés, hogy miért bünteti saját magát ezzel a baromsággal? Tehát, ha Mindegy, hogy mire jutott, most ezt tudom csinálni, erre van lehetőségem, akkor miért kell ezt nekem szenvedve csinálni? Az emberek, egy, 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 egy része mazoista ilyen önsanyargató hülyességeket csinál. Parancsol. Ha Amikor az életünket tervezünk, igazából tudjuk azt, hogy mit kell karmikusan jobbá tennünk az előző életünkből, akkor miért írunk olyat is, amivel nem tesszük jóvá? Nem írunk. Nem írunk olyan? Nem. Egyik terv sem olyan? Nem. A, 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 szólogat neked a izéd, a védany, mindenkinek van. Hát a, a, nagyon egyszerű lelkületűeknek által 5, 6, 8-nak, 10-nek is egy az őrangyala, mert annyira semmire való az élete, nem történik vele semmi, hogy nem is kell hozzá több, mint egy tized őrangyal is elég neki. Parancsolj! Hát, magyarul, csak, magyarul írunk életterveket, csak a döntéseinket nem írjuk meg benne. Azt akkor... a döntéseket hogy írnád meg? Azért döntés, hogy ott kell meghoznod. És nagyon érdekes, mert nem csak regressziós hipnozis van, hanem progressziós hipnozis is van. Tehát előre lehet valakit küldeni a saját jövőjébe, amit ő eltervezett. És amikor előre küldöm progressziós hipnozisba, akkor mi történik? A döntéspontokat nem láthatja. Úgy átugorja, mint a szöcske. Tehát odaérek egy döntésponthoz, és akkor egyszer egy te, ugrik egy valamit a történet, és teljesen máshol folytatja, mint a semmi köze nem lett volna, mint a ugrat, ugrat, volna a CD-t, rekket ugrat volna, kettőt, hármat is. És a tök másik zenét kezd lejátszani. Tehát ugyanaz, tehát több másik életet kezd lejátszani, mert nem nézheted meg a döntéspontot előre. És majd azt akkor, amikor a döntést meg kell hoznod, na, majd akkor akkor neked kell eldönteni, hogy egy stukker, lősz vele, megölsz vele valakit, vagy csak lából lövöd, hogy ne tudjon ártani. Az is karma, de az nem mindegy, hogy lából lőtted, vagy pedig agyon lőtted, az nagyon nem mindegy, hogy gyilkos vagy, vagy csak megsebesítetted, hogy, hogy fejezze be ezt a handabandázást. Mert ő akar téged lelőni, és hát te nem gyilkolod meg cserébe, de lából lövöd mondjuk, vagy tökön, tök mindegy. Tehát, hogy hagyja abba. És ha abba hagyja, akkor mert a kényszerűségből abba hagyja, elkezd vonítani, meg anyázni, meg károkodni, meg mindent, de nem ölted meg. Ez a lényeg. Hogy elét kerül a lehetősége. Ezek a döntéspontok ilyenek. Nem csak ilyen nagy döntéseket lehet hozni, megölöm, nem ölöm, de elét kerülnek mindennapi döntések. Hogy valakinek adsz egy pohár vagy nem adsz. Tehát ezek, ezek, apróságnak tűnő dolgok, de nagyon lényegesek. Úgyhogy, na, más kérdés hoztál még? Öt, öt élet. Most úgy jeltenem, nem. És te hoztál kérdést? <kül> Lacika? Ezzel kapcsolatban. Ezzel na mondja. A, a kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hogy... Jó hangosan. Hangosabban, hogy Hány, hány emberi lélek van összesen, és azok mit csinálnak akkor, amikor nem itt vannak a Földön? Ha, oh, hát van ennyi? erre roppant nehéz válaszolni, mert hogy iszonyatosan sok lélek kavar. Ugye most ugye, de arra gondolj, csak az emberi lélek, most több mint 8 milliárd ember él már a Földön. A 8 milliárd lélek. Ezek lelkes lények. És a 8 milliárd lélekben, már a Földön, ami nagyon kicsi pontja az egész univerzumnak, nagyon pici pontja, nagyon kis része az univerzumnak, de már itt milliárd szám vannak. Tehát nagy számokat lehet mondani, mert hogy csak ebben a galaxisban van 800 millió lakott bolygó, és ennek legalább a fele űrhajozik már. Űrhajó, űrhajókat tud építeni, és űrhajózik. Nem feltétlenül olyan űrhajókat, amit mi képzelünk űrhajónak, mert át ezek inkább tűzjáték mint űrhajók, de ennél jobbakat is el lehet gondolni, és sokféle, nagyon sokféle megoldást találnak. Hiszen az egész világegyetemnek az a legfontosabb eleme, hogy tanuljunk, hogy haladjunk. Az ördög az, aki lebeszél a tanulásról, meg a dolgokról, mert ő, neki a hülye a jó. Mert könnyű átverni, ugye, mert buta, csapnia, akármivel. Ráírom egy mosoporra, hogy nyú, akkor elhiszi, hogy ez valami új dolog, az közben a fenét. Annyiba úgy, hogy több kőport raktak bele, hogy jó nehéz legyen. Hogy, és akkor elad neked hozzá ilyen kőporoldót is. Ugye, ez, szélámos a világ, úgy, ahogy van. Csak akkor baromi nagy handabandával eladja neked, reklám handabandával eladja. Jó van, ezt is lehetsz. De jó, de... ezért az Isten nem büntet meg, mert nem, nem erről szól az ő elképzelése. Arra gondolja, hogy, hogy iszonyatosan milliárd szám vannak galaxisok. A milliárd galaxisban 100 millió szám vannak lakott bolygók, százmillió szám, de galaxisok. Tehát rettentő sok lélek van, ezért erre nehéz úgy válaszolni, hogy igazat mondjak, mert fene tudja. És tehát elég. ezek folyamatosan fluktuálnak, születnek a lelkek is, meg visszaolvadnak az isteni lélekben. Tehát a lelkek születnek, és amikor, amikor már lejárták az útjukat, tehát begyűjtötték, amit kértek tőlük, tehát elmentek adatot gyűjteni, inkább így is mondjuk, ugye, a lelkek, mint a drónok, röpködnek, vagy a mélyecskék, most teljesen mindegy, röpködnek, mert a légy, vagy a muslica, vagy a, akármi a lepke, az mind az Istennek gyűjt adatot. Hiszen az összes lénynek a szemével egyszerre lát. Mindent lát. Azon kívül, hogy az összes lény belőle van. Hát persze, hogy lát. Hát ő maga az mindegyik. Az emberi lelkeket is ideértve. De a, a fáknak, a növényeknek is vannak lelkei, a leginkább csoportlelkei. Tehát, hogy egy egész erdőnek egy lelke van, például. De van neki egy lelke, aki, aki a fákat figyeli, működteti, tehát, hogy, a, hogy működjön az erdő rendesen. És akkor vannak benne, hogy kidőlnek a fák, meg újak is születnek, ugyanúgy, mint az emberi társadalomban megöregszenek az öregek, meghalnak, de helyettük ott van a unokájuk, dédunokájuk, ők unokájuk, stb. És, és az majd folytatja, és a kapott tudást az őseitől, akkor nem úgy folytatja, mint egy bunkós ember, hanem úgy folytatja, hogy, hogy repülőgép tervező. Vagy valamilyen tervező, és akkor okos lesz. Hidakat tervez, repülőket tervez, épületeket tervez, építészmérnök lesz, vagy valami fontos dolgot csinál. Vagy ugye vagy van, van egy réteg, aki nem, nem akar semmit sem csinálni, ilyen is van. Eltartatja magát, mert nekem ez jár. Ugye az anyám, metessem meg az apám. Hát 18 éves korodig jár. De utána már neked nem jár, csak a pofád. De az isteni Isteni törvények szerint a 18 éves koráig a gyerekért te vagy a felelős. És pontosan ez a, a tervben a lényeg, amiről beszéltem az előbb hogy nem lehet a gyerekeket nevelni. Tehát már az is, az is agressziónak számít, hogy a tanár kiállít engem a tanári elé, nem mond semmit, csak álljál ott. Nem bánt, nem nézett le, nem szólt le, csak ott álljál. Persze minden tanár jön, aki szeret, az is jön. Aki, aki te is szeretsz, mondjuk. Nem, mondjuk olyan gyerek vagy, lehet, hogy csak egy-két tanárt szeretsz, az összes többi utálod, de de jön az a tanár is, akit még te is szeretsz, és megkérdezi tőle, hát, mi van Pistike, miért állsz Hú, hát az nagy égés, mert el kell mondani, hogy miért állsz ott. És akkor ez, ez, is egy fegyelmezés, de már ez sem lehet, mert a lelkét sem lehet a gyereknek így zsarolni. De egy segbe a tanárt, az szabad. Hát ugye fölveszik a büdös kölykök a tanár segberúgja, fölveszi a telefonjával, azt ne az neki teszi az internetre, és akkor ő a nagycsászár. Segberúgtam a tanárt. Én úgy rúgnám ki, hogy először csak egy másik iskolába, ha nincs másik iskola, akkor a másik faluba, ha nem, akkor csak a városban lehet iskolába járni, és kötelező. És kötelező. És ha nem, nem járatják a gyereket iskába javító intézet. Ja, akkor visszafogdák magukat a gyerekek, nem rúgdosnának a tanárokba mert hát nincs semmi fék, nulla fék, menj a lejtőn, az fék nélkül. Mert így működik, és ez, a, ez egy probléma, ez egy társadalmi probléma. Nagyon nagy. a régen tisztelték a tanítókat. Nem kell, hogy agresszió legyen benne, nem arról van szó. Nem arról van szó, csak arról van szó, hogy tisztelték azokat a mestereket, tanárokat, tisztelték. A keleten most is tisztelik. És akkor minden rendben van ha tiszteled a tanárodat, úgy beszélsz vele, és akkor ő is tisztel téged. De nem az a jó tanár, aki téged állandóan le, lefikáz, és le senki vagy hülye, vagy az nem jó tanár. Én például nem vagyok jó tanár, rendszeresen hülyézek. De már olyan sok hülye van, hogy már tényleg nem tudok mit mondani, mert tehát gyerekek, nem tudja mennyi kétszer-kettő, akkor mit a felnőtt ember, akkor arra már mit mondja? de tényleg alapvető dolgokat nem tudnak. Annyira alapvető, hogy ah, És már kiárt általános iskolát, legalább elvégezte a nyolc osztályt. Azt majdnem írás tudatlan. Szóval. És mit tudom én most így, hogy, ugye most volt nem régen az a, a, anyus, hogy föltartották egy tacapautó tévének, lefénymásolva, vagy tíz példányban. Hogy mit tudom én, mit nem lehet a képviselőkkel leállítani, le, le, kihúzni a mikrofonját, mit nem lehet, ugye. Mert ilyen társadalom nem lehet is, azért. na, jó van. De volt benne egy szarvas nagy helyesírás hiba, nem szólt az operatőr, nem szólt a világosító, nem szólt a mikrofontartó ember, és nem szólt a további 5-6 körülötte lévő pártársa, az azt jelenti, hogy egyik se tudott helyesírni bocsánatot kérek, hát uh, vedd már le azt a papír helyesírási hibás. Értitek mi a baj? Hogy nem is veszi észre, hogy ez két évvel kell írni, mint a dohányboltot, mert az a trafik múlt A trafik az egy hát mindenki tudja. <laughs> Így ragoztam el a Marusját a, a Tolmásnak Moszkvában, aki rosszul lett a Marusját, mint Szia végül igét elragoztam neki, <laughs> persze. Na, van-e kérdésetek? A az egy női név. Mint a Mariska. Ez egy női név, és elragoztam. ilyen maraságokat, maraságokat, lehet csinálni. Értették a húrt. Szóval a az ukránok azok még jobban értették, mint az oroszok. Tehát azok azt is értették, hogy prostata. tata. Amikor ittunk valami, és akkor prost tata, ugye, értették, hogy, hogy, mit, hogy mit mondtam, röhögtek rajta, tehát értették egyből. Igaz, hogy ezek általában ilyen mérnökök, meg professzorok voltak, mint ilyenek, akik ott a társaságban voltam, de értették a humort, meg értették az időszerkezettont. Nagyon érdekes, és nagyon érdekelt őket. Tehát egy kicsit más köntösbe volt előadva, mert ilyen tudományosabb köntösbe volt előadva, ez csak köntös. Ugyanarról van szó, csak köntös. Lehet ezt vallási módon előadni, és lehet teljesen racionális, fizikus szemléletbe előadni, mert hogy ott is igaz. Ugye, jaj, ez meg a maja. maja. Há, ez is milyen jó. Ezek a maja számok. Közép-Amerikából. Ősi számok. Ugye pont vonal, az az öt. Aztán 51, 52, 53, 54, 55. Tehát ez az nyilvánvaló, megvan ez nekünk. Ősiségben. Megvan neked? Neked személyesen megvan. Ez mi? Nálunk. Tehát 1.2.3.4.5. pont, 2 pont, 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 öt pont, öt Az ötödik egy vonal. Ez nincs meg nekünk valahol? Ah. Nem jársz kocsmába? De rendes lány vagy. Sose voltál? Mondjuk Prágába elmész a kocsmába, az Uflekuba mondjuk elmész, Prágába, nagyon jó kis kocsma. Ott főzik a sört, mindent, nagyon jó. De miért érdekes? Egy vonal, két vonal, három vonal, négy vonal, áthúzás. Nincs meg? Strigula! Strigula, ugye? Hány? Strigula, így húzgáltuk. Egy, kettő, három, négy, öt megint egy, kettő, három, négy, tíz. Hát így, így csináltuk. Ez szóval ott van. A majáknál. De nekünk kell semmi közünk. Jó, ne, tényleg. Persze ezek a maják, ezek az Ataisról menekültek Amerikába, amikor süllyedt az Ataisz. És ugye kénytelenek voltak valahogy elmenekülni onnan, és kiútni a szárazföldre, Hát vagy Ázsiába mentek, vagy Közép-Amerikába, vagy Dél-Amerikába, mert arra vitte az áramlás. A, mondjuk egy ilyen le, leakasztott ajtóval a, a cápáktól megmenekült, és kiutott a partra. Már két hete nem evett, egy halami ami fölugrott a deszkájára, azt megette, így N -n -n -n", mert olyan ilyes volt, meg szomjas, megette, de túlélte, és kiutott a partra. És akkor mások is kijutottak, és akkor ott alapítottak ilyen kis közösségeket. egymás nyelvét is értették ráadásul, tessék van csak. Hold ütközés miatt. A hold neki jött a földnek, és súrolta, nem telibe jött neki, hanem súrolta. Uh, mert hogy azért volt ez is, mert már elfelejtődött a régi technika. Az ilyen ezer évekkel régebbi technika, mint ahogy most is elfelejtődött. Tehát az ezer évvel ezelőtti technikából nem sokat tudunk. És ott a piramisok azok arra épültek, hogy eltereljék a föld útvonalát. A holdal való összeütközésben, mert kiszámolták, jó csillagászok voltak, ki tudták számolni, hogy mikor lesz a karamból. És akkor nagyon dolgoztak ezekkel a piramisokkal, nem földi eszközökkel. Tehát nem, nem spárgával húzták a tonnás köveket, hanem hát az meg volt hozzá a megfelelő technika, és építettek is óriási megalitokat, meg mindent, hogy a földrengéseket is kivédjék, meg mindent. Mert ha nem jön neki a földnek, akkor is nagy bajt okoz. Őrült nagy földrengéseket, meg nagy bajt okoz, meg árapályt. Ott látszik a nyoma, most föltette a szilárd, nézd csak oda, itt ütközött neki a, a földnek. Látod, hogy hol a nyom? Az a C betű alakú taraj az Atlanti-óceán fenekén. Az még megmaradt, ez, ez ilyen iszapszerű volt, tehát a hullámzások meg az áramlások úgy lassan széthordják az óceán fenekén. Hol a legmélyebb az óceán, és hol, hol a legvékonyabb rajta az iszap a fenekén? ott az öltfoki szigeteknél, ott 6000, mit tudom, mennyi méter, és ott a legbélyebb az Atlanti óceán, mert ott ütközött neki a földnek, nem szemből, hanem itt súrolta, észak felé mozgott, a föld most a két térképen, ezen a földgömbön észak felé mozgott, és a Kanári-szigetek, ott lehet látni, az is egy ilyen nagy leszorodás volt, ott lehet látni a Kanári szigeteket, és még utána az Azori szigeteket, az is egy ilyen, de ott inkább kőzet szorodott le, és ez megmaradt. Az nem hordta el az áramlás. Ami ilyen iszapszerű, finom, lisszerű anyag volt, az elhordta az áramlás. Az óceán fenekér elhordta. És ez a lényeg, hogy, hogy ezt a holdütközést akarták elkerülni. Ezek a közetek Afrikában hol vannak? Ami leszorodott. hol vannak? Hát, hosszabb is meg a kört. Hát, hosszabb is meg azt a kört, az a C betűt, csinálj bele egy kört. Marokkó felé, ez a külső. Marokkó felé, úgy van. És ott a Szaharába, ott, ott lehet látni a, a köveket a homok tetején. És ez az ütközés őrült nagy cunamit indított el, szóval nem olyat, amilyet mi itt nem megéltünk, hogy 15 méteres hullám, nem, több száz méteres hullám, tehát olyan hullám jött, kilométer magas hullám, hát becsapódott az óceánba a hold, egy nagyot csobbant benne, aztán még kacsázott vagy kettőt, és akkor grönlanná szortal a hideg részét. Igen, tehát ha tovább megyünk a nyelvészeten, akkor az is érdekes, ott vannak a strigolák most a kép alján, ugye, azok a strigolák hogy 1, 2, 3, 4 a szanát húzva, és a kínai, kínaiak sokat őriztek meg még ebből. Ja, ott van, nagyon érdekes, hogy... Igen, az az kis, az a négyes, amit most mutatsz. Ez a függő, ez, ez a négyes a kínai számok közül, de előtte van egy 1-vonás, egyvonás, kétvonás, háromvonás. Az az 1, 2, 3, az itt nincs, nem látod. De lehet, hogy arra ott lesz. Menj csak tovább. Ott, ott van, így van, mondtam, hogy ott lesz. Tehát 1, 2, 3, csak nem így állnak, mint a római számokban az 1, 2, 3 fené fekszik, de ugyanaz, egy vonal, két vonal, három vonal a kis ablak az a négyes, aztán az ötös az egy igazából egy energiajel, ami a két határ között mozog, az nagyon érdekes, tehát az öt atyának a nyoma ott van benne, és a tízes az hasonlít a mi tízesünkhöz, amit még a rovás írásunkban használunk. És itt vannak a, a, ott a kó, az igazából az a nulla, de az azt jelenti, hogy száj, nyílás, azt jelenti a kó, kis négyzetecske, és hogyha a kis négyzetecske köré még egy másik négyzetet írsz, akkor az pedig visszafordulni. Miért, miért emlegettem én ezt? Hát mi volt a, a kezdet-kezdetén, amit csináltunk, a, ugye, a egyházi címerben? egy kígyó, ami saját magába vissza akar. visszafordulni. Belemegy saját magába, az a visszafordulni. Belemegy saját magába, és ott mit lát meg, amikor belemegy magába? Saját magát. Csak egy régebbi változatban. Tehát az a nagyon érdekes, hogy a jövőjében meglátja a múltját. Ugye, hogy is van ez? Tehát ugye visszakanyarodott saját magához, és belement a saját múltjába. Az az ő terjedő, fénysebességgel terjedő múltja, de abba ő belerohant. És meglátta magát, maga előtt, ráadásul a jövőjében, meglátja a régi múltbeli állapotát, ami ugyanazt csinálja végig, mint amit ő eddig megcsinált. Tehát egy időhúrkot játszik le, megint egy időhúrok, megint egy időhúrok. Itt vannak az arab számok, ott, ha lejjebb megyünk, hát az is nagyon érdekes. Még egy kicsit mennyi, ott még, még. Ugye, hát, hát ugye az arab számokat elnézegetve, hát a 1-es, 2-es, 3-as az hasonlít a milyen csak most levette. Vagy. Csak... Jó. -e. Sok, igen. Itt van az 1-es, 2-es, 3-as, ugye el van fordítva így az 1-es, meg a 2-es, meg a 3-as így el van fordítva, de az, az tényleg arab szám. De nekünk azt mondták, hogy mi arab számokkal írunk. Na de ezek az arab számok, látod az arab számokat? Egyik sem stimmel. Tehát, hogy mondjam, nekünk ezt úgy megtanították, hogy te éjjel fölkeltettek, és tudnom kellett, hogy arab számok, arab számokat, meg római számokat, meg tudni kellett. Csak egy nagy baj van, nem volt igaz. A, az arab, egy arab mondta nekem először, de én nem láttuk még, még arab számokat, honnan láttuk volna. Nem lehetett itt ilyen hozzájutni semmihez. Nagyon véle, nem véletlen, hogy nem, mert akkor kiderült volna, hogy hát nem úgy van. De hát az internet elhozta azt, hogy olyan arab karakterkészletet töltök le, amilyet csak akarok. Betűkészletet, mindent le tudok tölteni. Számokat is, így töltöttem le, ott van. Csak hogy ezek az arab számokban az 1-2-3 az mondható, hogy 1-2-3, de az a következő 4 az nagyon nem olyan, az 5 megint csak nem olyan, a 6 sem olyan, a 7 hát, lefele mutató V betű, aztán egy fölfele mutató V betű, aztán egy ilyen 9 szerű valami, ugye, hát nem jó. Szóval nem jó. Ezek az arab számok azok nem úgy néznek ki, mint amit nekünk tanítom, amit most mi használunk. Használom én, nincs vele semmi bajom a számokkal, csak az a probléma, hogy nekünk ezt bemagoltatták. Na most meg lehet, hogy a tanáraink sem tudták? Hú, hát nem az nem. nagyon ciki. Mert hogy még az általános iskolás tanár nem tudta, de hogy az egyetemi tanárok se tudták? Mert voltak arab tanszékek. Nem? akkor talán szólni kellett volna. Gyerekek, ezek nem arab számok, ennyi lett volna. De nem szóltak, hanem belerakták a tananyagba, és nekünk az be kellett magolni. Na ezzel van a baj. Nem, nem, a tananyag nem fedi a, a lényeget, hanem mellé beszél, rengeteg helyen. Na menjünk tovább, és nézzük meg, Na hát ez azért a kínai ötös is érdekes, mert a kínai erőjel, ha megnézed, az nagyon hasonlít az ötösre, csak alul meg fölül van rajta egy vonás. Aztán ugye ott, ott aztán még ahogy tovább megyünk, ott vissza megint oda tettem egy, egy ilyen ö, hal, más, más hal nevezetű jelet, vagy két jel egymás után, de a hal az nem a vízben úszó hal, hanem a halad. Szavunkban van meg. És tényleg, hogyhogy hogy nem, találtam egy ilyet. Mi a jelentése? Hogy? Van egy Úr, az a, az a neve, hogy úr, az a jelától. Uh -huh. Na de bocsánatot kére, ez egy hatágú csillag. Ez mintha a Dávid csillagnak egy lazább változata lenne. Igen, az. Az úr az hol van? Ma megyünk tovább, és rájövünk. Ó, rávezet minket. A nyelvtan hát itt kezdődik, hogy hozzá lehet már férni. Olyan dolgokhoz, amihez eddig te nem is juthattál hozzá, nem? vagy nem tudtad megfizetni, vagy nem tudtál oda jutni, úgy könnyű hülyén tartani. De most az internet fölrobbant a tudás benne, rengeteg a hülyeség, a hazugság, a szélamosság, a pornográfia, rengeteg ilyen van benne, mert hogy az is nyomul, mint a gép. Tehát most már csak táncikáló lányokat kapok reggeltől estig, hogy táncikálnak, egyre inkább úgy táncikálnak, hogy úgy lassan elvez, a ruhák egyre fogynak rajtuk. Az eszével nem tud nyomulni, hát nyomul azzal, amilyen van. Hát most mit mondjak erre. Na tovább, a hal, a halad jelben benne van, de ott lejjebb, ha megnézed, még lejjebb az a piros, az már valami érdekes, mert az a mi rovás származó számok. Fönt az a, az a hatágú csillagszerű, az a magyarban a százas. Ami, ami ugyancsak az úr a, a kapcsolatban, ott van. Ott, itt meg a rovásunkban a számok jobbról érdekes dolog van. Van egy egyes, aztán egy ötös. Aztán egy tízes, ami két ötösből áll, ha jól megnézed, mert egy fölfele, egy lefele, ha Ketté vágom, akkor ötös lesz belőle, két ötös. És utána jön az ötvenes, abban van egy középső vonal, aztán jön a százas, akkor az lefele ugyanez a jel, a két ötvenesből lesz egy százas. Ez, ez teljesen logikus szám, számrendszer, ha belegondolsz. Ugye, mert két ötven meg ötven a száz, tehát ez ki van találva. És ott van az ezres és ott van alul az ötszázas, ez az ötszázas, ezt én hoztam be a számrendszerbe, most, és a, a TTF fontokban is. Az a rovásírás font készlet, amit itt az egyetemeken csináltak, abba én hoztam be az ötszázast. Mert logikusan mi következik, egy kettévágott ezres. És én hoztam be ezt a jelet, és így logikus a rendszer teljesen ott az az 500 as azt én külön kiemeltem nagy képűségből, mert azt én, én, javasoltam, hogy ezt használjuk, mert ez tökre oda való. Bizonyára volt eredetileg is. Csak már valahogy elkallódott az idők során. Tehát ez a mi rovás írásunkban a szám. Nagyon érdekes a szám. Római számokhoz hasonlóat is használtunk. Az etruszkoknál szívódott át a római Korba, mert az Etruszkok azok mai Olaszország területén kavartak, de holok voltak? Tehát, ha mondjuk elmész Rómába, és elmész a Pantheonba, azaz a nagy, hatalmas, nagy templom, te, működő templom, egyéb egy, egy szertartás is van, a Pantheon az, az Isten kiállítás, tulajdonképpen a neve hogy a, itt van neki az Istenek. Körbe ki voltak Istenek állítva, leszették, fúj. Pogány, fúj. Leszették, és na és mit tettek helyette? A katolikus szenteket körbe odarakták, ugyanúgy. A, a, most igazából, most, most, a szentek, ott van ez a panteon. Voltam ebbe a panteonba, a közepén van egy 9 méteres luk a plafonon, a kupola teteje Lukas? nincs rajta ablak semmi. És ez ez egy nagy, ez olyan nagy ez a kupola, hogy akkora, mint a körülbelül egy két egy két méter eltérés van köztük, mint a Szent Pál, a Szent, vagy most, Szent Egyház a Szent Péter székesegyház a Vatikánban. Hát abba is voltam a Szent Péter Székesegyházban. És ez a pantalon, ez nagyon régi, de miért érdekes ez? Ott mellette van egy gödör, körbe látod? Egy ilyen árokszerű van ott mellette. Körbe van falazva. Hát persze, mert egy mellett még gödör van ott. Vagy legalábbis jó mély gödör. Ha, hogyha abba beletalál csak úgy gyalogolni, hát akkor kitöri kezét, lábad, nyakát, mindent. Mert hogy körbe mélyebben van az utca szint mert hogy azóta ennyit emelkedett az utcaszint. És ezt valamikor Krisztus előtt 9 vagy 8 valamikor nem így valahogy építették, hunok építették Rómában. Tehát volt közünk, vagy etruszkok, vagy hogy mondjam, volt hozzá közünk. Tessék, parancsolj! Gyuri bárcs, egy érdekességet elmondhatok? Nagyon! hogy ha az ember bemegy a pantalomba, akkor pont a bejárathoz szemben van egy hatalmas freskó, egy ilyen, egy ilyen jelentéktelen, azt hiszem ilyen 4 méter szer 9 méter. És, kis jelentéktelen, kis miniatúra, igen. igen. És, 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 és az, az, van rajta, hogy egy, egy szent így, így, kiáll, és így tartja a kezét, hogy, hogy Attila csapataival ne ne, ne gyújtsa föl Rómát. Nem gyújtotta föl. Nem gyújtotta föl. De nem azért, mert a szent kiált. Nem, mert a... Mert de ez ezt A freskón, így a háttérben azért látszik, hogy ilyen falvak égnek a távolba. Tehát ha akarta volna, akkor felgyújthatta volna, de nem, de nem akarta szerencséjükre. A keresztény volt. Nem akarta az Rómát bántani. Őt bántották berágott és elindult, hogy ja, gyerekek, hát lehet nagy arcoskodni, na nézzétek meg. És akkor elfoglalta így a városokat, nyomtalanul, nem tudták megállítani. Az Éciusz -szal hadakozott a haverjával, aki gyerekkori barátja volt, azzal hadakozott. Tudott az latinul, Attila, mert ilyen műveletlennek próbálják beállítani. Hát legalább öt nyelven jól beszél. Tudott latinul, hát hiszen Rómában, fiatal korában Rómában a ilyen patricius családba kavart. Tehát ott ilyen gyerekcsere akármi volt. És jó barátok voltak. Tehát nem volt itt szó arról, hogy ő el akarná Rómát pusztítani. Kihozták neki Róma kulcsait, nem bántotta Rómát. Nem kellett neki, nem is rabolta ki. Az később aztán a, a, gótok nagyon kirabolták kétszer is. Ugye, de, és Feci Attila nem. Na de azokat nem anyázzák, csak az Attilát anyázzák. Na hát ez is ugyanolyan, mint hogy most minket anyáznak Európába, az közben megnéz, meg, mit csinálnak. Mi nem Európa ellen vagyunk. Mi vagyunk Európa értelme. Hát mire beszélünk? Az nem értelmes, hogy sok pénzed van, az nem, az nem értelem. Sok pénzed van. És attól te most értelmes vagy? Eszet nem lehet a boltba venni. Bármennyi pénzed van, eszet nem tudsz venni. Buta marasz, mint a sár. Tanulni lehet, igen, tanulni lehet, de ha nem tanulsz, hát. unokáimnak mondogattam, hogy a fiam, aki tanul, az hülye. De aki nem tanul, az az is marad. És ez a motto, úgyhogy erre kell figyelni nagyon. aki nem tanul, az az is marad. Tehát ha ki akarsz abból a kasztból emelkedni, mert van, vannak kasztok itt is, de ki akarsz emelkedni ebből a kasztból, akkor csak egyet csinálhatsz. Vagy elmész boxolónak, vagy focistának, vagy kosárlabdázónak, vagy valamilyen sportolónak, vagy tanulsz. Tehát a legutolsó cigány faluból is föl tudsz emelkedni, nincs semmi lenézés a cigány falokkal szemben, szegények is. Nehezen tudnak kimászni a gödrükből, de tanulhatsz, és, és mehetsz, és tovább csinálhatod a dolgokat. Ez a lényeg. És, és vissza mehet tanítani, de kevesen mennek vissza. Úgyhogy arról beszéltünk a legelején, hogy visszajönnek lelkek tanítani. Na ők kevesen mennek vissza, ezért lassan is emelkednek. Mert ha mindenki visszamenne és fölemelné a közösséget, akkor más lenne a helyzet. Na innen folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet, és akkor innen folytatjuk.